Okay, the stage is set. All right. Good evening, everybody. Want to let you know about what's going to happen in the next couple of weeks. Elmesélem, mi fog történni a következő néhány hétben. Days will happen. Mindenféle napok jönnek. That's a bad joke, I know. This Sunday, we're having church lunch. If you don't normally come to church on Sundays, it's a good reason to come. Most vasárnap gyülekezeti ebéd lesz. Ha adott esetben nem nagyon szoktál vasárnaponként jönni, legjobb alkalom most kezdeni. Karcsi is making some marha pörkölt. Karcsi marha pörköltet készít. You know, nice light food. Olyan igazi kellemes, könnyed étel. If you're a vegetarian, well, God bless you, there will be food for you. Hogyha vegetáriánus vagy, ne aggódj, mert a marha is ugye füvet evett, tehát ez rendben lesz. That's called second-hand vegetarianism. Így van, ez ilyen másodkézből vegetáriánus. But there will be a vegetarian option as well. Lesz persze a vegetáriánus kaja is. Next Wednesday. Következő szerdán. If you want to come to lunch, please let me know or sign up. I made a Facebook event about it. So. Ja, igen, egyébként, hogyha szeretnél jönni, akkor légy szíves, szóljál, vagy a Facebookon jelezzed a Facebook eseményen, hogy szeretnél. Next Wednesday is the third Wednesday of the month. We'll have a night of prayer and worship here. Jövő szerdán lesz a is it? Yeah. Okay. A harmadik, repül az idő. A harmadik szerda, és íma is dicsőítő alkalmunk lesz jövő szerdán. And I'm confused right now. When does the prayer week start? It starts this week. Uh-huh. All right, sorry, hold on. This is what happens when you get old. Így jár az ember, hogyha öregszik. Yes. Oh, perfect. Sorry. So, scratch that. Forget that. Jó, nem szóltam. Okay. And I'm the guy who actually did the poster for mondjuk the prayer week. Én csináltam a posztert az eseményre. Next week. So jövő héten is the Szeged Evangelical Alliance Prayer Week. A Szegedi Alliance ima hét következik egész héten. There is a poster that I posted on our Facebook page and in our Facebook group. Fölraktam a posztert a Facebook csoportunkba is, meg a Facebook oldalunkra the is. The theme this year is unity in diversity. Az a témája ennek a idén ennek a hétnek, hogy egység a különbözőségben. Sokszínűségben. And every night at 6 o'clock there will be a prayer worship small teaching service at a different church in town. És minden este 6 órai kezdettel dicsőítő imaalkalom és Isten tisztelet tanítás lesz minden nap egy más gyülekezetben. And you can get the information, but to make it simple, next Wednesday we will be here. So you don't got to go anywhere, you just come here. Úgyhogy ott meg lehet nézni, hogy pontosan mikor mi lesz, de az biztos, hogy egy hét múlva ilyenkor jövő hét szerdán ugyanígy itt leszünk. But everything's on the poster, if you have not seen it, let me know, I will send it to you. You can share this on your Facebook if you want. Úgyhogy ott van minden ezen a poszteren, meg tudod nézni a Facebook oldalunkon mindenhol. Szóval ezt meg is oszthatod a Facebookon. But I encourage you as much as you can to be involved in knowing other Christians and praying together for our city. És arra bátorítalak, hogy amennyire csak lehetséges, kapcsolódj be ebbe az egész hetes esemény sorozatba, hogy találkozz más keresztényekkel itt Szegeden, és imádkozzunk a városunkért. This is a really cool thing that we've been involved with for years now. Ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, ami már sok éve benne vagyunk. And the way we do it is one night we're at one church and the pastor of that church will lead the service, but another pastor from another church will preach. És jellemzően úgy szokott történni, hogy minden nap más helyen van az istentisztelet, és azon a helyen, ahol tartják, akkor ott az a pásztor vezeti az alkalmat, de mindig valaki más, valaki egy másik gyülekezetből prédikál. So next Wednesday, I'm the házigazda, I'm the host. Jövő szerdán én leszek a házigazda. And Sipos Mark from the Új Remény Baptista gyülekezet will be preaching. És Sipos Mark az Új Reményből fog prédikálni. Thursday night I'll be preaching at the Baptist church. És csütörtök este én fogok prédikálni a baptista gyülekezetben. Don't worry, I won't give anyone heart attacks. I can't wear my flip-flops in the winter. De ne aggódjatok, senki nem fog rosszul lenni, mert hogy nem flip-flopba leszek. Oh, I know. I respect, I love my Baptist brothers and sisters. Én tisztelem a baptista testvéreimet, mert hideg is van. Excited for the week next week. De nagyon izgatott vagyok a jövő héttel. But tonight you came and we are in Judges chapter 4. De most pedig ugye azért jöttünk, mert hogy nézzük meg a Bírák 4-es fejezetét. Last week Norbi got us through chapter 3. Norbi múlt héten a 3-as fejezetet néztük meg. And at the end of chapter 3 we see that it is written that there was
About 80 years of peace in Israel. És azt olvassuk a hármasnak a végén, hogy és béke volt az országban 80 esztendő. Now we're going through the Bible for the second time here at Golgotha Szeged. We love God, we love His Word. És itt a Golgotha Szegedben már másodszorra megyünk végig teljesen a Biblián, hiszen nagyon szeretjük Isten, nagyon szeretjük and az ő igéjét. The first time we went through the Bible, I taught it all. A legutóbbi alkalommal, amikor végigmentünk, akkor én tanítottam végig. Only took me 14 years. És összesen csak 14 évbe tartott. This time life is just different. Situations and circumstances are different. De így mostanában a helyzet, az élet más. So the elders are helping me with the teaching on Wednesday nights. Úgyhogy a vének segítenek nekem a szerdai tanításban. So that's why sometimes you'll come and I'll be teaching, and sometimes Norbi will be teaching, sometimes Balázs will be teaching. Úgyhogy amikor jöttök, van úgy, hogy én tanítok, van amikor Norbi, van amikor Balázs tanít. And for a while now it seems like I get the difficult passages. És most már rendszeresen látom azt, hogy én kapom a nehéz ige szakaszokat. But that's okay. De így van, ez jól. You know, I love the Bible and I love teaching the Bible. I'm honored to teach you the Bible. Én nagyon szeretem a Bibliát, nagyon szeretem tanítani a Bibliát, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy taníthatom a Bibliát. And tonight we come to a very important passage of scripture. És most ma este egy nagyon fontos ige szakaszhoz értünk. We come to the judge in Israel's history named Deborah. Mert hogy ahhoz a bírához érkeztünk Izrael történetében, akit úgy hívnak, hogy Debora. Let me explain Debora for a second. Hadd mondjam el pontosan, miről van szó. She's a woman. Ő egy nő. Okay. This is sometimes hard for Christians, especially Christian men, to accept. Ezt időnként nehéz a keresztények, különösen a keresztény férfiaknak ezt elfogadni. And I'm really glad I get to teach these two chapters tonight so I can lay out our position as a church on the whole gender issue and women and the role of women in ministry. És nagyon örülök, hogy éppen nekem jutott ez a két fejezet itt szerdán, mert hogy nagyon örülök, hogy a gyülekezetnek a látását a nőkkel kapcsolatban, vagy az egész gender dologgal, meg a gyülekezetben a nők szerepével, ezt én mondhatom But el. Just so you have a reference point from where I came from to where I am now, in my growth, in my thinking. De azért, hogy értsétek, hogy honnan, hová tartok, hogy honnan jöttem, és most hol tartok így a gondolkodásomban, növekedésemben. Let me take you back to, well, you weren't there, I was there, Odie was there, we were in Northern California. Szóval hadd vigyelek el benneteket gondolatban oda, ahol adott esetben ti még nem voltatok, akkor én ott voltam, Odi is ott volt Dél-Kaliforniában. It was the Észak-Kaliforniában voltunk. Észak-Kaliforniában. I'm from Southern California, but my best friend in the year 2000, they were living outside of San Francisco. Szóval én Dél-Kaliforniából való vagyok, de egy jó barátom San Francisco északi részén él. And so we went up to visit my friend Mark and his wife and their young family. Úgyhogy elmentünk, ez 2000-ben volt, elmentünk, hogy meglátogassuk Markot és a családját. And they had just been in the Bay Area for not so long, a year, and they hadn't found a home church yet. És hát még egy éve sem laktak akkor ott, és még nem annyira voltak képben a gyülekezetekkel, nem találtak ilyen gyülekezeti otthont maguknak. And they were trying to find a church that suited them, which is a good thing. És igyekeztek találni maguknak egy gyülekezetet, ahova ők beillenek, és ez tök jó. And so we were there, and and it was Sunday, so we were going to church, like good Christian people going to church. És hát ugye vasárnap volt, úgyhogy mentünk gyülekezetbe, szóval jó keresztények mennek vasárnap gyülekezetbe. They had told us they'd been to the church a couple times, and it was kind of cool, and they were thinking about maybe becoming members. És akkor ők mondták, ugye, hogy ebbe a gyülekezetbe, ahol mi most megyünk, voltak már egy párszor, tök jónak tűnik, és hogy gondolkoznak azon, hogy csatlakoznak ebbe a gyülekezethez. We were sitting, it was a big church, and they had like, you know, at the movie theater, an upper level, so we were sitting in the upper level. És hát egy nagy gyülekezet volt a küzdőtér, meg volt az emelet, és mi ott fent voltunk az emeleten. We got a flyer, because this was back in 2000, in the days before Facebook. You got a paper flyer that told you what was going on in the church. Akár hiszitek, akár nem, akkor még ilyen papír alapú ilyen szórólapok voltak a gyülekezetekben, nem volt még Facebook, hanem ilyen szórólapról tudtuk meg, hogy mi lesz. And the person preaching was Reverend, and it was one of those names. It was a typical female name, but sometimes it's used as a guy name, like Kelly or something in English. És aki prédikált aznap, annak valami ilyesmi neve volt, hogy valamilyen olyan név, ami jellemzően női név, de azért adott esetben az férfi névként is lehet. I don't know if there are talán Kelly, vagy valami ilyesmi. I don't know if their names like that Hungarian. Nem igazán. No. Esetleg ilyen, úgyhogy Gabi. Yeah, Gabi, yeah, like, yeah, okay, let's say it was like Gabi.
Abból nem derül ki, hogy fiú vagy lánya Gabi. Oh, and so the worship's going, it was great, you know. És ott ment a dicsőítés, tök jó volt. And this woman gets up to preach. És egyszer csak egy nő oda megy, hogy prédikáljon. And my buddy Mark looks at me, and I look at him, and our wives are looking at each other, and we're like, nah. És akkor a Mark és én összenéztünk, a feleségünk összenéztünk, és úgy, na ne. He's like, dude, let's go. És mondta, hát haver, menjünk innen. So the four of us got up, and we left. És hogy négyen így fölálltunk, és elmentünk. And I think, I don't know what we did, we went and had lunch. Nem tudom, mit csinálunk, lehet, hogy elmentünk ebédelni. Like, cool, you know, woman preaching at church, that ain't kosher, that not a god, we're going. Mert úgy volt, hogy hát, hogy nő prédikáljon, az nem kosher, nem Isten, inkább eljöttünk. That's where I came from. Szóval ilyen gondolkodásom volt. Let's go. Na, kezdjük. The people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord after Ehud died. Bírák 4:1. Izrael fiai Ehud halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. There's a cycle. God delivers, people sin, they're going to cry out to God, God's going to raise up a deliverer. We've talked about that. Ugye megint csak az a bizonyos körforgás, hogy az emberek bűnbe esnek, elnyomás következik, Istenhez kiáltanak, Isten küld szabadítót, stb. The Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who lived in Harosheth Hagoyim. You don't know how to say it either, don't worry. Then the people of Israel cried out to the Lord for help, for he had 900 chariots of iron, and he oppressed the people of Israel cruelly for 20 years. Ezért odaadta őket az Úr Jábinnak, Kánaán királynak a kezébe, aki Hátszorban uralkodott, hadseregparancsnok a Sisera volt, aki Hasorer Goimban lakott. Akkor segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, mert Jábinnak 900 vas harci kocsia volt, és 20 esztendeig keményen sanyargatta Izrael fiai. 900 chariots. In that day, that was like a superpower. You were a bad army. Tehát 900 ilyen vas harci kocsi, az egy nagyon hatalmas és nagyon kemény hadsereg volt. You were the one that everyone listened to because you had the authority. And what we know about Sisera is he was cruel and he oppressed the people for 20 years. És hát ugye, hogyha valakinek ilyen hadserege van, arra úgy odafigyel az ember, hogy odafigyelnek, és azt is tudjuk, hogy Sisera egy nagyon kemény ember volt, és nagyon keményen elnyomta az embereket. For 20 years. 20 évig. And so this cycle, they're at the bottom again. Tehát ugye ebben a bizonyos körforgásban megint megfogták a mélypontot. You know, when they started at the top, they're worshiping God, and then they're sold in slavery, then they're oppressed, that's when they cry out. Mert hogy úgy kezdték, hogy egy dicsőítették Istent, de szép lassan egy elhúztak Istentől, aztán így a mélybe kerültek, és ott kiáltottak Istenhez. And in verse 4 it says now Deborah. És a 4-es versben azt olvassuk, hogy és Deborah. Deborah's the fourth judge, and her story is actually the first real long story about a judge or a superhero in Israel. Ugye Deborah az első ilyen női bíra, és tulajdonképpen ő neki van az első ilyen hosszú története így a bírák között. And what's interesting about Deborah is she is going to distinguish herself as the most godly of the judges. És az az érdekessége Deborahnak, hogy ő lesz a, majd látni fogjuk, ő lesz a legistenfélőbb az összes bíra közül. I mean, we know the famous ones like Samson. Ugye ismerjük a híreseket, mint Sámson. But Samson, well, let's just put it this way, he liked the ladies. Hát azért, de azért Sámson, lássuk be, azért eléggé szerette a hölgyeket. You know, he was kind of like, yeah, I love God and I love you and you and you and you. Ugye úgy volt, hogy szeretem Isten, meg téged is. He wasn't the most godly guy, but God used him. Nem éppen ő volt a legistenfélőbb ember, de Isten használta őt is. Because God can use anybody. Hiszen Isten bárkit tud használni. And you see a lot of these judges, they have these doubts and faults and everything. És ugye azért sok bírálnál látszik az, hogy ilyen kételkednek, meg bukásaik vannak, meg mindenféle. But Deborah, she's just this godly woman, and she's one of the godliest judges. De Deborah egy nagyon istenfélő asszony, és a legjobb bíra. She is called a prophetess. One of only 5 women in the Old Testament called that. The wife of Labidoth was judging Israel at the time. Abban az időben Deborah prófétanő, 5 prófétanőt említ az Ószövetség. Lapidót felesége volt a bíró Izraelben. Now, I don't know how I'm going to connect everything together today, but I'm just
going to throw it out there, let the Holy Spirit put it together. It's like a puzzle. Én nem tudom, hogy ezt hogy fogom majd így logikusan összerakni, majd így elétek adom, és akkor majd az Úr lelke összerakja bennetek, mint egy puzzle-t. Historically, before Christ, women were of no value. Krisztus előtt a történelemben a nőknek nem volt értékük. In the Jewish religion, in the Jewish nation, women did have some value. A zsidó nép között, a zsidó nemzetben a nőknek volt azért valamelyest értékük. Because the Bible says that God created humanity in His image, male and female He created them. Mert hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten a saját képmására teremtette az embereket, férfivá és nővé teremtette őket. Men and women both image God. Mind a férfi, mind a nő Isten képmásának hordozója. Now, wherever Christianity has gone, women have been repositioned to a place of equality with men, rightly so. És ahova a kereszténység eljutott, ott mindig a nőket visszaemelték az őket megillető helyre, a férfi mellé. Because in the book of Genesis and the creation, we see that God creates Eve from Adam's side. Hiszen ugye a teremtésben is azt látjuk, hogy Isten Évát Ádám oldalbordájából teremti. Men and women have equal standing, value and worth before God. És az embereknek, a férfiaknak és a nőknek egyenlő méltóságuk és tiszteletük, mindenük van Isten előtt. Men and women both image God. Mind a férfi, mind a nő Isten képmásának hordozója. But because we live in a fallen world, this equality has been warped. De mivel egy bukott világban élünk, ez az egyenlőség, ez így tönkrement. There are men who seek to oppress women, to put women under their feet. Vannak férfiak, akik igyekeznek elnyomni a nőket, hogy eltaposni a nőket. That is sinful. Ez bűn. Male chauvinism is sinful. A férfi chauvinizmus az bűn. On the other hand, there are women who try to think that they came out of man's head, that they're supposed to rule men. És vannak olyan nők, akik pedig úgy gondolják, hogy a férfinak az agyából pattantak ki annak idején, tehát ő nekik uralkodniuk kell a férfin. And in the last, and I haven't been alive this long, but in the last about 60 years, give or take five, we've seen the rise of radical feminism. És az elmúlt 60 évben, én még nem élek olyan régóta, de azért látszik, hogy az elmúlt 60 évben egy hatalmas nagy lendületet kapott a feminizmus. Okay. Feminism is the belief that a woman can and should do everything a man can do. És a feminizmus tulajdonképpen arról szól, hogy egy nő mindent képes, és meg is kell, hogy tudjon csinálni, amit egy férfi tud csinálni. A woman should be in politics. A nőknek ott a helyük a politikában. A woman should have a job. Kell, hogy legyen munkája. A woman should have her own life, her own girlfriends, this, that, the other thing. Hogy a nőnek meg kell legyen a saját munkája, a barátai, meg minden. Because the old model, where the man worked and the woman stayed home and bore children, that's old school. We're not like that anymore. Mert hogy az a régi modell, hogy a férfi elment dolgozni, az asszony meg otthon maradt és gyereket szült, meg nevelte a gyerekeket, az már nem menő. And we've seen this rise of feminism. És ugye ez miatt ugye láthatjuk a feminizmusnak a feltörését. And now we've got all these issues of gender, which I talked a little bit about on Sunday. És hát most meg ugye felbukkant az egész gender dolog, amiről vasárnap beszéltem. Women wanting to be men, men wanting to be women. Ugye a férfiak nők akarnak lenni, nők meg férfiak akarnak lenni. Now, I am not a scientist. I have my science people. Okay, my science people. Én nem vagyok természettudós, de megvannak a természettudós embereim. Okay. But I know enough that biologically people are born with one gender. De azt én is tudom, ahhoz nem kell annyira okosnak lennem, hogy az emberek azok egy bizonyos nemmel születnek. I understand that there are rare occasions where there is
a hormonal, a physical, a biological disorder with a person. És azt is tudom, hogy nagyon ritka esetben, de van olyan, hogy valamiféle hormonális, biológiai dolog miatt lépnek fel rendellenességek. We live in a fallen world, and sometimes because of the fallenness of our world, there are children who are born with birth defects, handicaps, and maybe even a biological gender issue. Egy bukott világban élünk, a genetikánk ugye megy tönkre, úgyhogy előfordulnak természetesen mindenféle genetikai problémák, vagy biológiai problémával születő gyermekek. Adott esetben ez ilyen nemiséggel kapcsolatos genetikai probléma is lehet. But here's the thing. This is our biblical position on genders. De azért lássuk meg azt, hogy a Bibliának mi az álláspontja a nemiséggel kapcsolatban. Our position, which I believe is the biblical position. Tehát a mi látásunk, ami hiszem azt, hogy a Biblia látása, az az, hogy két nem van. I do not believe women should try to be men. És nem hiszem azt, hogy a nőknek igyekezniük kéne férfiaknak lenniük. I'm not saying you can't or shouldn't have a career. És ezt nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy nem szabad, hogy nem lehet egy nőnek karrierje. I'm not saying that women should not be involved in public life, in education, in the church life. Úgyhogy, és azt sem mondom, hogy a nőknek nem szabad részt venni bármilyen ilyen nyilvános dologban, vagy közéletben, vagy akár a gyülekezeti életben. Women, God didn't create you to be a man. De nők, titeket nem férfinak teremtett God Isten. God didn't create you to do everything a man can do. Titeket nem arra talált ki Isten, hogy mindent meg tudjatok tenni, amit egy férfi tud. God created you to do everything a man can't do. Hanem épp ellenkezőleg olyan dolgokat kell, hogy tudjatok tenni, amit egy férfi nem tud. Women are so important to God's world and God's plan. A nők rendkívül fontosak Isten tervében, Isten világában. In the church there are two viewpoints. Az egyházon belül két látásmód van. One of them is called egalitarianism. Az egyik az egalitarianizmus. What it means is we're equal, that men and women can do the same things. There's no difference, no distinction. Az egyik az azt mondja, hogy mi mindannyian egyenlőek vagyunk, férfiak és nők mindent ugyanúgy el tudnak látni, nincs különbség. Women can be pastors, priests, bishops, whatever. A nők ugyanúgy lehetnek pásztorok, püspökök, papok, bármi. We believe in what is called complementarianism. Mi pedig a komplementariazmusban hiszünk, szóval a kiegészítésben. You got a right hand and you got a left hand. Ahogy az embernek van jobb keze és bal keze. There are some things you can do with only one hand. Vannak dolgok, amiket az egyik kezeddel tudsz megcsinálni. I showed my superhuman strength tonight. I picked up the pulpit with one hand. Ahogy ugye már megmutattam a hatalmas emberi erőmet, egy kézzel emeltem fel a pulpitust. And I moved it a whole. És végig egy kézzel vittem 3 méteren keresztül. I worked out yesterday. Tegnap gyúrtam mondjuk. I did yesterday. Oh my, I'm proud of myself. I worked out because I need to get in better shape. Round is not the shape I like being. Gyúrtam, mert jó formába kell legyek, és a gömb az nem a tökéletes But forma. De. If I wanted to lift a couch, could I do it with one hand? De ha már egy kanapét akarnék felemelni, akkor az egy kézzel elég volna? Heck no! Nyilván nem. I need two hands, I need another person actually. Két kézre van szükségem, sőt inkább egy másik ember, you know, aki segít. There are things in life that you can handle by yourself. Vannak olyan dolgok, amiket az ember egyedül is meg tud oldani az életben. There are things that you need help with. Aztán vannak olyan helyzetek, olyan dolgok, amikben segítségre van szükséged. And we believe, I believe, the Bible teaches that woman was created to be man's helper. És úgy hisszük, a Biblia ezt tanítja, hogy a nőket arra találta ki Isten, hogy a férfiak segítői legyenek. Now women, please do not resist that. De nők, ennek így ne álljatok ellen. Because women think that is a derogatory term to be called a man's helper. Mert hogy a nők valószínűleg azt gondolják, hogy ez egy ilyen lekicsinylő dolog, hogy valakinek a segítője. One of the names of God, the Holy Spirit, is the helper. De azért ne felejtsük el, hogy a Szentléleknek az egyik neve az az, hogy segítő, pártfogó. A woman, especially in relationship with a man, is doing the work of God.
és egy nő különösen a férfi való kapcsolatában Isten munkáját végzi. And men need women's help. És a férfiaknak szükségük van a nők segítségére. Because men, if we're left to ourselves, we're gonna live in a house with white walls and like one pair of bed sheets that we wash like every six months. Mert hogyha például csak férfiak lennének a világon, akkor kb. Egy ilyen, ilyen fehér falu házban élnénk, ha egyáltalán házban, és mit lenne egy ágy, és azon kb. Egy ruha, és ennyi. Women understand this thing that's called color. Például a nők találták fel azt a dolgot, hogy szín. They understand cleanliness. Meg az ilyen rendet, tisztaságot, ilyet is a nők találták ki. And women are invaluable to the work and the plan of God. És Isten munkájában felbecsülhetetlen értékűek a nők. We believe, I believe, that God calls women to do everything that men can't do. Hiszem azt, hisszük azt, hogy Isten arra hívja a nőket, hogy olyan dolgokat tegyenek, amiket a férfiak nem tudnak csinálni. You gotta understand, sometimes God uses women to give men a big kick in the butt what they need. Időnként Isten arra használja a nőket, hogy a férfit jó fenékbe billentse. Because here we're going to see there is a military leader named Barak. Hiszen itt is azt fogjuk látni, hogy van egy katonai vezető, Barak. But he's a sissy. De ilyen kis nyápic. And he's like, Deborah, I'll go if you come. És akkor neki áll így nyávogni, hogy hát én elmegyek, Deborah, hogyha te is jössz velem. And she's a sissy, or he's a sissy, and she kicks him in the butt. And God delivers Israel. És hát ő ilyen kis nyápis, Deborah meg így fenékbe billenti, és hát rajta keresztül Isten, és akkor így győz Izrael. And she goes down as one of the best, godliest judges in Israel's history. És Deborah úgy vonul be az Izrael történetében, mint az egyik legistenfélő bíra. Now, where does that leave us when it comes to women in the church? És akkor ez hová kell, hogy vezessen bennünket a gyülekezetben a nők kapcsán? Some people will, you know, they'll quote Paul and they'll say, yeah, Paul said women they should stay silent in the church. Mert nagyon gyorsan lehet idézni, ugye Pált, hogy hát azt mondja Pál, hogy a nők hallgassanak a gyülekezetben. That, you know, Jesus only picked men. És Jézus is csak férfiakat választott tanítványainak. True. Ez igaz. The disciples, the pillars of the church were men. Igen, a tanítványok, az egyház oszlopai férfiak voltak. But who believed the resurrection message first? Who did Jesus entrust with the good news first? De ki hitte el először a feltámadás üzenetét? Kivel bízta meg Jézus az első üzenettel a feltámadása után? Women. Nőt. Who abandoned Jesus on the cross? All the men. És ki árult el Jézust a keresztnél? Mind férfiak voltak. Who were there with Jesus when he was dying for our sins? Ki volt ott Jézussal, amikor éppen meghalt a bűneinkért? The women. A nők. I believe that God can and God does and the churches should be open to letting women serve. Úgyhogy hiszem azt, hogy Istennek az az akarata, és a gyülekezetnek is nyitottnak kell lenni arra, hogy engedjük a nőket szolgálni. You know? In the Bible, there are plenty of women in the New Testament. Chloe, there's Priscilla, who are both used mightily by God. Ugye a Bibliában nagyon sok nő van, akár az Új Szövetséget nézzük is, mondjuk Chloe, meg Priscilla, akiket Isten nagyszerűen használ. It's interesting with Priscilla and her husband Aquila. When they're first mentioned in the Bible, it's Aquila and Priscilla. És nagyon érdekes, hogy a férjével együtt Aquila és Priscillaként említik először. But later on they're mentioned as Priscilla and Aquila. Aztán később meg úgy említik, hogy Priscilla és Aquila. It seems like she took a more prominent role in the ministry. Úgy tűnik, hogy őt többen ismerték, vagy nagyobb befolyással bírta a szolgálatban. You know, and Aquila must have been a humble godly man because he wasn't threatened by it. És hát Aquila biztos, hogy egy ilyen istenfélő, alázatos férfi volt, hiszen ez nem érezte ezt fenyegetésnek, hogy a felesége így nagyobb ember a gyülekezetben. And I think that men sometimes get threatened by women. És időnként a férfiak így megrettennek, vagy fenyegetve érzik magukat a nők által. You know, and when I think of our church, we have plenty of women who serve. És hát, hogyha a mi gyülekezetünkre gondolunk, nagyon sok nő szolgál. You know, a lot of the ministry is done by women. Nagyon sok szolgálatot nők végeznek nálunk. You know, singing and worship, my wife leads
worship, you know, children's ministry, whatnot. Akár a dicsőítésben, akár a feleségem is ugye szokott dicsőítést vezetni, vagy a gyerekszolgálatban is. You know, we believe that God has given myself and the elders the gifts of teaching. Hisszük azt, hogy a gyülekezetben nekem is a véneknek Isten a tanítás ajándékát adta. But I was thinking about this a while ago. A few years ago, my friend Chuck Butler was here with his wife. They just came to visit. És már ideje gondolkozom, ezen néhány évvel ezelőtt egy jó barátom Chuck Butler és a felesége volt itt nálunk látogatóban. And you might know Chuck. He's been here quite a few times. Valószínűleg ismeritek Chuckot, jó néhányszor volt már itt. I can't remember if it was a Sunday or a Wednesday because they did both services. Nem emlékszem már, hogy szerda volt vagy vasárnap, mert mind a kettőt csinálták. But him and his wife were giving the message together. De emlékszem, hogy Chuck Butler és a felesége együtt tanítottak. And I had no problem with it. És semmi gondom nem volt ezzel. You know, because there was not an instance of a woman, because what happens with feminist women is they want all the attention to be on women. Mert egyáltalán nem egy ilyen feminista alkalom volt, mert ugye a feministák jellemzően azt akarják, hogy minden figyelem csak a nőkre összpontosuljon. What we're going to see about Deborah is she wants the glory to be given to God, not to the female gender. Deborán meg azt látjuk, hogy minden dicsőséget Istennek akar adni, nem pedig a női nemnek. And I'll tell you what, you know who's going to lose in this battle for gender? És ki fogja elveszíteni ezt a nemek harcát? Women are going to lose. A nők fogják elveszíteni. Because you know what's already happening around the world? Azt tudjátok, hogy mostanában már mi történik a világban? And it's not just happening in America, it's happening in Australia and all these weird places. És ez nem csak Amerikában történik, hanem Ausztráliában és mindenféle fura helyeken. There are biological men who say, I gender identify as a woman, and they're taking hormones and everything. Mert vannak férfiak, biológiailag férfiak, akik azt mondják, hogy én igazániból nő akarok lenni, és akkor elkezdik nyomni a női hormonokat. And they're saying, because I am a woman, I want to compete in girl sports. És mivel én ugye nőnek érzem magam, ezért a női sportokban akarok indulni. And there was a case, it was in Texas. És éppen Texasban volt egy ilyen helyzet. Where a biological boy who identifies as a girl and is taking hormone treatments. Hogy egy biológiailag férfi, aki nőnek érezte magát és elkezdett női hormonokat szedni. Was in a women's wrestling contest. Egy női birkózó versenyen indult. I don't have to tell you who won. Na persze, ki nyert? Women are gonna lose. Women are gonna lose when they think that they should be like men. És a nők fognak veszíteni, hogyha úgy érzik, hogy olyanok akarnak lenni, mint a férfiak. Women need to be women and to live in all the beauty and the glory that is in the creation of God. A nőknek kell, hogy legyenek és hogy megtapasztalják azt a szépséget, meg mindent, amit Isten nekik adott a teremtésben. And there are complementary roles in the family and in the church. És egymást kiegészítő feladatok vannak a családban is, meg a gyülekezetben is. You know, in the family, husband and wife, they're equals. A családban a férj feleség egyenlőek. You know, but God ultimately holds the man responsible for the decision in the family. De végső soron Isten a férfit teszi felelőssé a családnak a döntéseiért. My opinion in the way a good family should work. Az én véleményem szerint a jó család úgy kell, hogy működjön. And, you know, I'm not saying I've got the ideal or perfect marriage, but we haven't killed each other and it's been almost 20 years. És nem mondom, hogy nekünk van a legtökéletesebb házasság, hogy ilyesmi, de 20 év alatt nem öltük meg egymást. You know, I believe that men and women, husband and wife should discuss things. Én úgy gondolom, hogy a férfinak és a nőnek, férnek és a feleségnek meg kell beszélni a dolgokat. Should we move? Should we buy this car? Should I take this job? Should you take this job? Hogy elköltözzünk-e valahova, ezt az autót vegyük-e meg, vagy elvállaljam ma ezt a munkát, vagy te elvállaljad ezt a munkát. You know, and I believe the good thing to do is to make a decision together. És úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha a döntéseket együtt hozzuk. If one of the spouses doesn't have a good intuition, a good feeling about it, maybe you shouldn't make the decision.
És hogyha az egyik házastársnak valami rossz érzés van, vagy nem stimmel benne valami, akkor lehet, hogy nem kell meghozni ezt a döntést. But you got to understand the way God sees it. De azért azt is látni kell, hogy Isten hogy látja. God holds the man responsible. Isten a férfit teszi felelőssé. They're to make the decision together, but God holds one person responsible. Ketten hozunk döntést, de mégis egy személyt tesz felelőssé Isten. Remember in the garden, God said, Adam, where are you? Ugye ez már az Édenben is így volt, ugye Isten azt kérdezte, hogy Ádám, hol vagy? Where are you? Hol vagy, Ádám? He held Adam accountable for what happened. Mert hogy Ádámot akarta elszámoltatni Isten azzal a kapcsolatban, ami történt. And at the end of the day, whose fault was Eve eating the fruit? És hát végső soron kinek volt a hibája, hogy Éva evett a gyümölcsből? Adam's. Ádám hibája volt. You know, this is what some people don't tell you, is that men have the responsibility. Ezért van, hogy valaki ezt nem mondja neked, hogy a férfinek megvan a maga felelőssége. You know, this is what the Bible says. Ezt mondja a Biblia. You know, when it comes to the family, and even when it comes to the church. Akár a családban, akár a gyülekezetben. I believe the Bible holds men, the male eldership of the church, responsible. Én hiszem azt, hogy a Isten a gyülekezetben a férfi elöljáróságot vonja felelősségre. We're not a church as big on titles. Mi nem vagyunk olyan nagy gyülekezet, meg nincsenek ilyen nagy címeink. You know, I don't demand that people call me Pastor Kyle. Én nem várom el, hogy Pastor Kyle-nak hívjanak. Elder Norby. Vagy Mária. Norby. Testvér. Norby testvér. Norby testvér. Norby testvér. Testvér. Előjáró. Előjáró. Yeah. You know, we don't go around just throwing out titles because, okay, there is some importance to it. Maybe we should, you know, maybe, I don't know. But we don't use them. Most reverend. Yeah. The right reverend. I would have to get one more degree after this. Mm-hmm. Yeah. Szóval, hogy lehet, hogy I could be reverend. I could be reverend now, I think. Whatever. Meg ezen dolgozunk, hogy nagyságos úr vagy tekintetes úr, hogy mi legyünk, vagy megoldjunk. But you know, when you think about it, a lot of the things that the women do in our church, we could easily call them deacons. De valójában nagyon sok munkát, amit a nők végeznek a gyülekezetben, ezeket a nőket nyugodtan hívhatjuk diakonisszáknak. Serving in the children's ministry, opening their homes for home fellowships, whatever. Akár a gyülekezeti gyerekszolgálatot csinálják, vagy az otthonukat nyitják meg a házi csoportnak. Serving the church in any way, we could call you a deacon. Vagy bármilyen szolgálatot végeznek a gyülekezetben, diakónusnak hívhatjuk őket nyugodtan. We're totally believers in that. Everybody should be serving God, regardless of your gender. És abban is hiszünk, hogy minden egyes hívő ember kell, hogy szolgálja Istent, akár férfi, akár nő. You know, because God created you to love Him, glorify Him, honor Him, serve Him as a man or a woman. Hiszen Isten arra teremtett téged, hogy őt dicsőítsd, őt tiszteld, őt imádd, őt szolgáld, akár férfi vagy akár nő. So, back to Deborah. Ho. Yeah. Na Debra, nézzük. Going for it tonight. We might get out of here by midnight. Éjfélre végzünk, ha jól számolom. So she used to sit under the palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the people of Israel came up to her for judgment. She sent and summoned Barak, the son of Abinom from Kadesh Naphtali, and said to him, Has not the Lord God of Israel commanded you, go gather your men at Mount Tabor, taking 10,000 people from Naphtali and the people of Zebulun, and I will draw out Sisera, the general of Jabin's army, to meet you by the river Kishon with his chariots and his troops, and I will give him into your hand? Deborah pálmája alatt szokott tartózkodni, Ráma és Bétel közön, az Efraim hegyvidékén. Ide jártak fel hozzá Izrael fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abinoam fiáért, és elhívatta Kedes Naftaliból. Ezt mondta neki, ezt parancsolja az Úr, Izrael istene. Menj, vonulj a Tábor hegyére, védj magad mellé 10,000 embert, Naftali fiai és Zebulon fiai közül. Én pedig ellened vezetem Kishon patakjához Siserát, Jábin hadsereg parancsnokát, harci kocsiaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt. This is that kick in the butt I talked about earlier. Ugye ez az a bizonyos fenékbe rúgás, amiről beszéltem már. She's saying, Barak, hasn't God told you to do this? És itt az angolban egy kérdést tesz fel, hogy hát Isten nem mondta ezt neked, hogy ezt kell csinálni? And then Barak said to her, If you go with me, I'll go. But if you don't go with me, I will not go. And she said, I'll go with you,
But nevertheless, the road on which you are going will not lead to your glory, for the Lord will sell Sisera into the hand of a woman. Then Deborah arose and went to Barak, to Kadesh. And Barak called out Zebulun and Naphtali to Kadesh, and 10,000 men went up to at his heels, and Deborah went up with him. Barak azonban ezt mondta neki, ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én sem megyek. Deborah ezt felelte, szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezére adja az Úr Sisera. Azzal fölkelt Deborah, és elment Bárákkal Kedes felé. Bárák pedig Kedesbe hívta Zebulont és Naftalit, és 10,000 ember vonult a nyomában. Belement Deborah is. I am drawing a blank. Some of the greatest books are the Lord of the Rings trilogies by J.R.R. Tolkien. Az egyik legjobb könyv vagy trilógia, amit olvastam, az Tolkiennek a Gyűrűk ura trilógiája. You understand, Tolkien was a believer. Azt nyilván tudjátok, hogy Tolkien az keresztény volt, hívő volt. Maybe you've seen the movies. Lehet láttad a filmeket. If not, homework. Ha nem, akkor házi feladat. I know you've got vizsgaidőszak, but homework. Tudom, hogy vizsgaidőszak van, de azért házi feladat lazítani. There will be a test next week if you watch all three extended cuts. Jövő héten vizsga lesz ebből, a három rendezői változatot kell végignézni, és drawing, de tesztes lesz. I'm drawing a blank because there were the ghost king. There was the ghost king. I forget his name. Nem emlékszem, mi volt a neve, de volt egy ilyen szellem király. And he boasted that no, he cannot fall by the sword of a man. És ugye azzal dicsekedett, hogy őt férfi kardja nem győzheti le. And there was a daughter of the Rohirrim, the horseman. És a lovasok volt egy nő, a lovasok királynak a lánya. She was the king's daughter. Ugye a királynak a lánya or volt. Or his niece or something. Vagy unokóga valami ilyesmi. I'm drawing a blank. It's been too long since I've seen the movies. Már nagyon rég volt, hogy láttam a filmet. I've got to repent of my sin sometime. Meg kell térnem ebből a filmből. When I get time. Lesz időm megnézem. And they're on the battlefield in the Return of the King. És ugye a király visszatérben van egy rész, ott vannak a csatában. And she is disguised as a man. És ugye fel van öltözve a nő páncélban, úgy tűnik, mint and a férfi lenne. And he comes up to her and he doesn't know that she's a she. És ugye oda megy ehhez a bizonyos illetőhöz, ő meg ugye persze nem tudja, hogy ő nő. And he says, I cannot be killed by the sword of a man. És ugye mondja ez a bizonyos valaki, hogy engem férfi kardja nem győzhet le. And then she pulls off her mask and says, I am no man, and she proceeds to kill him. És akkor felhúzza így a maszk, és azt mondja, hát én nem is vagyok férfi, úgyhogy, és akkor így neki látnak küzdeni. You wonder where J.R.R. Tolkien got that? Honnan szerezte ezt a dolgot Tolkien? Right. Okay, because there are some things that men cannot do. Vannak dolgok egyszer, amiket férfiak nem tudnak megtenni. And Deborah says, "Look, you're going to go, but God is going to give Sisera into the hand of a woman." És azt mondja, hogy oké, elmegyek veled, de akkor egy nő kezébe fogja adni Isten Sisera. Now Heber the Kenite had separated from the Kenites, the descendant of Hobab, the father-in-law of Moses, and he pitched his tent as far away as the oak in Zananim, which is near Kadesh. And when Sisera was told that Barak, the son of Abinoam, had gone up to Mount Tabor, and Sisera called out his chariots, 900 chariots of iron, and all the men who were with him from Harshoheth Hagoyim to the river Kishon, and Deborah said to Barak, up, for this is the day which the Lord has given Sisera into your hand. Does not the Lord go before you? So Barak went down from Mount Tabor with 10,000 men following him, and the Lord routed Sisera and all his chariots and all his army before Barak by the edge of the sword. And Sisera got down from his chariot and fled on foot, and Barak pursued the chariots and the army to Harohesh Hoyim, and all the army of Sisera fell by the edge of the sword. Not a man was left. A kéni Heber külön vált a kéniektől, Mózes sogorának, Hobábnak a fiaitól, és Canaim tölgyeség sátorozott, amely Kedes mellett van. Amikor jelentették Siserának, hogy Bárák, Abinoam fia felvonult a tábor hegyére, Sisera a Kishon patakjához vezényelte összes harcikocsiját, Harosheth Goyimból, a 900 vas harcikocsit és egész hadinépén. Akkor ezt mondta Deborah Báráknak, támadj, mert ezen a napon kezedbe adja az Úr Siserát, az Úr vonul előtted. Bárák lejött a tábor hegyéről, és mögötte a 10,000 ember. Az Úr pedig megzavarta Siserát összes harcikocsijával és egész táborával együtt, Bárák fegyver előtt annyira, hogy Sisera leugrott hadiszekeréről és gyalog futott el. Bárák pedig üldözte a harcikocsikat,
Yeah. Bárák pedig üldözte a harci kocsikat, és tábor egészen Harosher Goimig, Sisera tábora elpusztult fegyver által egyetlen ember sem maradt now, meg. Chapter 5, and we're going to get through it. We're going to go quick now. Most már fel fogunk gyorsulni, az ötös fejezetben majd. We're going to see that the Lord sent rain. Azt látjuk, hogy az Úr esőt küldött. Rain and dirt make mud. Ugye az eső és a por az együtt sár. Mud is not good for wheels. És a sár az nem jó a kerekeknek. So the chariots got stuck. That's how they had victory. És hát beragadtak a harci kocsik a sárba, így aratott győzelmet Izrael. But I love what Deborah says. She basically says, get off your butt. De nagyon tetszik, amit Deborah mondta, hogy keljél fölfele. She sees the rain coming, and I don't know if the Lord told her or if she just used her common sense. És hát látta, hogy jön az eső, azt nem tudom, hogy az Úr mondta el neki, egyszerűen csak a józan eszét hallgatott. And she says, Barak boy, you get out there with your troops and you start fighting. This is the day that God has given. Barak, szedd össze magad, itt az ideje, ez az a nap, itt kell most harcolni, gyerünk. I love Deborah. Nagyon szeretem Deborah. Do something. Csinálj valamit. Gosh, Christians need to hear this. A keresztényeknek kell, hogy hallják ezt. Christians need to listen to this woman. A keresztényeknek hallgatniuk kell erre a nőre. Because Christians were like, all right, God, just do whatever. Mert nagyon sok keresztények csak így lebegnek, hogy hát majd az Úr elvégzi. God, just okay, work, God. I'm just gonna sit and like clap. Csuram, te munkák, hogy én meg üldögélek és tapsolok. I'm God team. Tapsolok én, ugye én vagyok a pompom lány Istennek a csapatában. Seriously, that's the way Christians are. We don't want to get involved. We want God to do everything. Tényleg, mi nem akarunk bekapcsolni, egyszerűen csak azt akarjuk, hogy mindent Isten csináljon meg. Oh, I'll pray about it. And it's good. You should pray. Hát imádkozok ezzel kapcsolatban, és persze ez jó, és imádkozni is kell. And there is a time to pray. És megvan az ideje az imádságnak. But there's a time to get off your butt and do something. És annak is ott van az ideje, hogy az ember fölkeljen és csináljon valamit. There's a time for prayer and there's a time for action. Megvan az ideje a imádságnak, és megvan az ideje a tetteknek. And it's important when you should be praying that you're not acting, and it's important that when you're acting you're not praying. You know what I'm saying? És oda kell figyelni arra, hogy amikor az imádságnak van az ideje, akkor ne cselekedjünk, és amikor a cselekedeteknek van az ideje, akkor ne imádkozgassunk. You need to know the time you're in. Tudnod kell, hogy melyik időben vagy benne. So they go down and all the men are killed. És hát így el is indulnak, és minden embert lemészárolnak. Now friends, you got to understand, if the Bible were a movie, it would be, you know, 18 plus. Azért azt ne felejtsük, hogy ha a Bibliából filmet csinálnának, az 18 karikás lenne. There's some, well, interesting stuff in there. Van sok elég érdekes dolog benne. You know, the whole David and Bathsheba thing, yeah, that's an adult. Hát ugye a David Bathsheba dolog az elég ilyen felnőtt film lenne. This would maybe be like a 16. Manapság mondjuk az ilyen 16-ra vennénk. Like what we're gonna read. Vagy ezt is egyébként a mait is. But Sisera fled away on foot to the tent of Jael, the wife of Heber, the Kenite. For there was peace between Jabin, the king of Hazor, and the house of Heber, the Kenite. And Jael came out to meet Sisera and said to him, turn aside, my lord, and turn aside to me. Do not be afraid. So he turned aside and went into her tent, and she covered him with a rug. And she said to her, please give me a little water drink, for I am thirsty. And she opened up a skin of milk and gave him a drink and covered him. And she said, stand at the opening of the tent, and if any man comes and asks you, is anyone here? Say no. But Jael, the wife of Heber, took a tent peg and took a hammer in her hand. Then she went softly to him and drove the peg into his temple until it went down into the ground while he was laying fast asleep from weariness, and he died. And behold, Barak was pursuing Sisera. Jael went out to meet him and said, come, and I will show you the man who you are seeking. So he went into her tent, and there lay Sisera, dead, with a tent peg in his temple. So on that day, God subdued Jabin, the king of Canaan, before the people of Israel. And the hand of the people of Israel pressed harder and harder against Jabin, the king of Canaan, until they destroyed Jabin, the king of Canaan. Sisera gyalogfutott Jáélnak, a kéni Héber feleségének a sátráig, mert béke volt Jábin, Hácor királya és a kéni Héber háza népe között.
Jaj kijött Sisera elé, és ezt mondta neki, térbe, uram, térbe hozzám, ne félj. Betért hozzá a sátorba, és ő betakarta egy takaróval. Sisera ezt mondta neki, adj innom egy kis vizet, mert szomjas vagyok. Erre az asszony kinyitotta a teljes tömlőt, inni adott neki, és betakarta. A férfi ezt mondta neki, állj a sátor nyílásához, és ha jön valaki, és azt kérdezi tőled, van-e itt valaki, mondd, hogy nincs. Ekkor Jaj Héber felesége fogott egy sátort szöveket, kezébe vette a pörölyt, halkan bement hozzá, és beleverte a szöveket a halántékába, úgyhogy odaszegezte a földhöz. Sisera ugyanis mélyen aludt, mert fáradt volt, így halt meg. Amikor Bárák Siserát üldözve odaért, Jaj kiment elé, és ezt mondta neki, gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel. Bement hozzá, és Sisera ott feküdt holtan, a szövekkel a halántékában. Így alázta meg Isten azon napon Jábin, Kánoán királya, Izrael fiai elő. Izrael fiainak a keze ezután mind jobban ránehezedett Jábinra, Kánoán királyára, míg csak el nem pusztították Jábin, Kánoán királyát. Pretty violent. Elég pretty durva. Graphic. Elég durva. You know, it's like, whoa. It's not like, it's whoa to put a spike through the dude's temple all the way to the ground. Yeah, there was some blood there. Igen, azért ez elég húzós, valakinek átütni a halántékát egy sátorcövekkel, ott azért folyt a vér. You gotta remember that the Kenites, they were relatives of Israel and they were in good relationship. Ugye a kéniek, azok rokonaik voltak az izraelitáknak, jó kapcsolatban voltak. And Jael, she's just like, yeah, I'm gonna take this guy out. Ja, megoldotta a dolgot. And they came in like, okay, cool. És akkor ennyi. Then, Deborah and Barak, the son of Abinadab on that day, sang. Now, in the Hebrew, it's probably just Deborah singing. Azon a napon így énekelt Deborah és Barak, Abinónám fia. A héberben az jön át, hogy valószínűleg csak Deborah énekel. The verb, it's a feminine singular form, whereas it's Deborah who's singing the song. Mert hogy ott nőnemű személyes névmás áll, tehát hogy Deborah énekel. And she says, that the leaders took the lead in Israel, that the people offered themselves willingly, bless the Lord. Hear, O kings, give ear, O princes, to the Lord. I will sing, I will make melody to the Lord, the God of Israel. Feltámadt az életkedv Izraelben, önként fölkelt a nép, áldjátok hát az Urat. Halljátok, királyok, figyeljetek, fedelmek, én most az Úrnak éneket mondok, zsoltárt zengek az Úrnak, Izrael Istenének. She said, it's a good thing that the leaders led, because when the leaders led, people followed. És ugye azt mondja, hogy jó dolog, ha a vezetők vezetnek, vagy ha a vezetők vezetnek, akkor az emberek követik őket. It's important that leaders be respected and followed. Nagyon fontos, hogy a vezetőket tiszteljék és kövessék. In any area of life. Az élet bármelyik területén. It's about learning to live under authority. Meg kell tanulni hatalom alatt élni. Sometimes we are in authority, but we're also under authority. Van úgy, hogy nekünk is van valamiféle hatalmunk, de jellemzően mi is hatalom alá vetett emberek vagyunk. And people who abuse authority are people who don't realize that they are under authority. És azok az emberek, akik visszaélnek a hatalmukkal, azok nem értik azt, hogy ők is hatalom alatt vannak. That there's always somebody higher than us. Mindig van valaki, aki magasabb, mint mi. Even if you're at the top of the ladder, there's still God. És még hogyha fel is jutottál a csúcsra, Isten akkor is fölötted van. And let me tell you, leaders need to be recognized because the Bible tells us to honor and recognize our leaders. A vezetőket el kell ismerni, a Biblia is ezt mondja, hogy elismeréssel kell legyünk a vezetők felé. Especially in the church, but also just in the world. Különösen a gyülekezetben, de a világban is. And one way we honor is to follow. És az egyik módja annak, ahogyan tiszteljük a vezetőket, hogy követjük őket. Not by being robots, but by, you know, following. Nem úgy, mint a robotok, de hogy követjük okay. őket. But Deborah starts singing this song. És Deborah elkezdi ezt az éneket. And I'm going to just let you read the rest of it, because I want to talk about singing for a little bit. És majd olvassátok el az egészet. Yeah, majd otthon. Otthon, házi feladat. Az énekről akarok egy kicsit beszélni. Okay. Songs are important. A dalok nagyon fontosak. I once heard somebody, I think it was Rick Warren who said this. Ha jól emlékszem, Rick Warren mondta a következőt. When you think about evolution. Hogyha az evolúcióra gondolunk. One thing that evolution cannot account for is music.
az evolúcióval például a zenét azt nem lehet megmagyarázni. Evolution is all about the streamlining of the species to survive. Mert ugye az evolúció arról szól, hogy hogyan éli túl egy adott faj, hogy hogyan fejlődik előre. Music plays no part. It makes no sense. Ebbe a zene az nem fér bele, nincs értelme. But music is one of the most powerful things in the world. Mégis a zene az egyik leghatalmasabb, erőteljesebb dolog a világon. I mean, your mind and my mind has got a catalog of songs that you haven't heard in like 10 years, but if the song comes on the radio, you're like, oh yeah, I can sing that song. És a te fejed meg az én fejem tele van rettenesen sok olyan dallal, zenével, amit lehet, hogy nincs most így előtte, de meghallod a rádióba, és azonnal beugrik, pedig lehet, hogy 10 éve nem hallottam. Songs are very powerful. És a dalok nagyon-nagyon erőteljesek. There are theories, and C.S. Lewis picked up on this theory in the Silmarillion. És vannak nagyon nagy erő van a zenében, és beszélt erről C.S. Lewis a Silmarillionokban. The Silmarillion is the creation story of Middle Earth. A Silmarillionok, az tulajdonképpen középföldének a teremtés története. I'm a little bit of a nerd, sorry. Kicsit ugye be vagyok elrekadtam, valami nem? The way he describes the creation of Middle Earth is through song. És ő úgy magyarázza, hogy úgy, nem C.S. Lewis, akkor Tolkien. Tolkien, sorry. Yeah. Szóval C.S. Lewis helyett Tolkien helyettesítsétek be. C.S. Lewis, another good Christian writer. Ő is egyébként nagyon jó keresztény író. Szóval a lényeg az, hogy a teremtést úgy írja le Tolkien a Silmarillionokba, hogy Isten így dalol. Because there are inferences in the Bible, in the Old Testament, that God created with music and through music. Mert igazán vannak erre utalások az Ószövetségben, hogy Isten valahogyan zenére vagy zenével teremtette a világot. And a lot of times the Bible encourages believers to sing to the Lord. És nagyon sokszor bátorítja a Biblia a hívőket, hogy énekeljenek az Úrnak. Deborah says, I will sing. Ugye Deborah is azt mondja, hogy énekelni fogok. To the Lord I will sing, I will make melody. Énekelni fogok az Úrnak. Now, why is singing important? Why is singing encouraged and why don't we do it? Miért ennyire fontos az éneklés? Miért bátorítja ennyire a Biblia, és mi miért nem tesszük? I think that one of the weaknesses of our church is not the music, it's the singing. És úgy gondolom, hogy az egyik gyengeség a gyülekezetünknek az nem a zene, hanem az éneklés. Sometimes people they come and they sit down and it's like, and I'm guilty of this too. És hát van sokszor, hogy az emberek eljönnek, és a dicsőítés alatt így csendben vannak, üldögének. Egyébként van, hogy én magam is. We come and we sit for the performance. És hogy itt vagyunk, és ülünk, és hallgatjuk az előadást. I mean, seriously, if this is a performance, let's sell tickets. Let's at least get some money out of it. Mondjuk, ha az előadás, akkor viszont tényleg szedjünk egyet, legalább egy kis pénzbe jön belőle. But this is not a performance. De hát ez nem előadás. We come together to sing songs, because sing is one way we honor God. Hanem azért jövünk össze, hogy együtt énekeljünk az Úrnak, mert ez egy formája annak, hogy Isten tiszteljük. But why don't we sing? Akkor mi nem éneklünk? Because we're self-conscious. Mert túlságosan magunkra figyelünk. I don't want people to hear my voice. Azt nem akarom, hogy mások hallják a hangomat. Friends, trust me, I hate the sound of my own voice. Higgyétek el, hogy én nagyon utálom a saját hangomat hallani. You know, what I do, I take the Bible study home on the little memory card and I convert it and upload it to YouTube. Ugye, amikor felvesszük a videóra a tanítást, utána én hazaviszem kártyán, és kicsit megvágom, és felteszem YouTube-ra. And I always just make sure after the conversion that you can hear it properly. És mindig csak éppen csak azt nézem meg az átalakításkor, hogy lehet-e hallani. But I hate listening to my own voice. De én nagyon utálom hallgatni a saját hangomat. And I think you're that way too. Most people do hate their own voice. De lehet, hogy ti is így vagytok, a legtöbb ember nem szereti a saját hangját. And we're self-conscious of our voice. És a hangokkal kapcsolatban túlságosan így magunkra figyelünk. We think it's bad. Mert úgy gondoljuk, hogy ez rossz. And it might be. És lehet, hogy tényleg. But singing is the only talent that every single person can do and get better in. De az éneklés az egyetlen olyan dolog, ami mindenkinek a rendelkezésére áll, és lehet fejlődni benne. You know, I can kind of play guitar. Én valamennyire tudok gitározgatni. I can hack away like four songs. Négy dalt el tudok így karcolgatni. And one of them is always going to be a foil for Zsuzsi. Az a dal, hogy a folyó. A folyó, tényleg az egyik ilyen a folyó, amit Zsuzsi nagyon szeret. You know? But I can't get better. De nem megy jobban. But
we can all get better at singing. It's been scientifically proven that every person can get better singing. De tudományosan bebizonyították, hogy minden egyes ember tud fejlődni az éneklésben. And you know how you get better? Hogy lehet jobbnak lenni? Okay, obviously go to a professional teacher. Jó, tehát hogyha tényleg, akkor egy profi tanárhoz kell menni. But the more you do it, the better you get. The more comfortable you get. De egyébként minél többet énekel az ember, annál magabiztosabb, kényelmesebb. Worship is something when we sing it connects us to God. Amikor dicsőítést éneklünk, az akkor olyasmi történik, hogy valahogy összekötődünk Istennel. It connects us to other people. Meg egymással is. And there are numerous health benefits to singing, to be honest. És igazán magának az éneklésnek is rengeteg előnye van. It lowers your stress levels. Már önmagában az éneklés is csökkenti a stressz szintet. That's why some people sing in the shower. Ezért van az, hogy vannak, akik énekelnek a zónyalat. To lower their stress levels, because they know they've had a long day. Hogy így csökkenjen a stressz szintjük, mert ugye hosszú napjuk volt, meg minden. And so I want to encourage you to sing to God. Arra bátorítalak, hogy énekelj Istennek. That when you come in, worship isn't a time just for you to show up late or to, you know, whatever. A dicsőítés nem arra való, hogy késhess egy kicsit, vagy mit tudom én. It's not just a time killer. És nem csak egy időtöltés. It's something that we do to show our love to God. Hanem olyan valami, amivel meg tudjuk mutatni a szeretetünket Isten felé. And you can ask the worship team members, and you can ask my wife. És megkérdezhetitek a dicsőítő csapat tagjait, akár a feleségemet is. I am very, how can I say this? I'm very picky about the songs. Hogy én nagyon-nagyon finnyás vagyok a dalokkal. And I'm trying to get better. Igyekszem egyre jobb lenni benne. Because I know that you're going to remember the songs more than what I say. Mert tudom azt, hogy sokkal jobban fogsz emlékezni a dalokra, mint amit én mondok. Because that's the power of music. Ilyen a zenének az ereje. You're going to forget 90% of what I said. A 90%-át annak, amit mondok, el fogod felejteni. If you wrote something down and if you read it tonight and you wake up tomorrow and you read it, you'll retain maybe 60%. Hogyha leírtad azt, vagy leírod azt, amit mondok, és ma este még átnézed, holnap felkelés után megint átnézed, akkor meg lesz nagyjából 60%-a. But you're probably gonna forget 90%, and that's true, because I'm the same way. És de valószínűleg a 90%-ot el fogod fejteni, ahogy én is. That's why it's important when you go to school to take notes. Ezért fontos a suliba jegyzetelni. And when you take notes, read them. És jegyzetelsz, de azért olvasd is el, amit leírtál. You know, sometimes when I'm teaching English and people write down a word, I'm like, make sure you go back and read it. Úgyhogy amikor tanítom az angolt, és valaki leírják, és mondom, hogy de arra is figyelj, hogy ne csak leírt, hanem utána át is nézd újra. But I'm very peculiar about songs because I understand the power of music. Szóval én nagyon finnyás vagyok így a dalokkal kapcsolatban, mert nagyon pontosan tudom, hogy mekkora ereje van a daloknak, a zenének. You know, there are times like Odie will be playing a song and she'll love a song and I'll just be like, nah. És akkor van úgy, hogy Odi megmutat nekem egy dalt, elénekli, hogy na mit szólsz, és mondja, á, nem. Because it says something that's completely stupid. Mert lehet, hogy jól hangzik, de valami nagy hülyesége a szövege. You know, I'm not good with songs, remembering the titles, but there's this one, Speak Your Truth. Én nem vagyok annyira jó így a dalokban, de van egy olyan dal, aminek valami ilyesmi, van egy olyan sora, hogy mondd a te igazságodat. And it's repeating, speak your truth, speak your truth, speak your truth. És ez így ismétlődik folyamatosan. And my question to Odie was like, we got to ask God to speak the truth because we think he's going to lie? És akkor én kérdezem Odie-t, hogy most akkor így meg kell kérnünk Istent külön, hogy igazat mondja, mert amúgy hazudna, vagy mi? Yeah, Jesus said, your word is truth. Jézus azt mondja, hogy a te igéd igazság. The word is truth. We don't got to ask God to speak it. We just got to open it and listen. Isten igéje, igazság, nem kell külön kérnünk, you know, hogy igazat mondjon, hanem már kinyitjuk, és ott van. Kérdünk. I'm sorry. So I'm picky, but I'm trying to get better and to try and not be so picky. Szóval ilyen kis finnyás vagyok, próbálok nem ennyire finnyás lenni. Because I understand that the songs we sing, I want the songs to be theologically correct. Mert hogy nagyon szeretnék arra odafigyelni, hogy azokat a dolgokat, amiket éneklünk, azok teológiaiak helyesek legyenek. Because the songs we sing are going to shape your thinking. Mert igazán azok a dolgok, amiket éneklünk, azok formálják a gondolkodásunkat. In the Middle Ages and hundreds of years ago, it was pastors who wrote songs. They were called hymns. A középkorban, meg ugye a további évszázadokban nagyon sokáig lelki pásztorok írták ezeket a dalokat, himnuszoknak hívták. Pastors wrote the hymns. Because the average person was illiterate.
pásztorok írták a himnuszokat, például azért, mert egy hétköznapi ember írástudatlan volt. So they couldn't read the Bible, but they could sing the Bible. Nem tudták olvasni a Bibliát, de tudták énekelni a Bibliát. They couldn't read the truths of God, but they could memorize the truths of God, because you can learn songs. Nem tudták mondani, meg olvasni Isten igéjét, de meg tudták a dalokkal jegyezni, és tudták énekelni Isten igéjét. Now, thank God we're illiterate. Hála az Úrnak, mi már írástudók we vagyunk. We can read the Bible, we can read a lot of good books. El tudjuk olvasni a Bibliát, nagyon sok jó könyvet tudunk olvasni. And therefore some of the songs have gone over to a more emotional. Úgyhogy mostanra a daloknak egy jó része nagyon ilyen érzelmi töltetű lett. And so we're trying to have good songs. And I think that, excuse me, you know, the worship team, they do great. És ugye igyekszünk ilyen jó teológiai dolgokat választani, és egyébként szerintem a dicsőítő csapat ebben nagyon jó. Obviously they're not professionals. És hát nyilván ők nem profi zenészek. But when they lead us in worship, God fills the room. De amikor ők vezetnek bennünket dicsőítésben, Isten így betölti a termet. And I am thankful that week in, week out, they give their time and they serve us. És nagyon hálás vagyok azért, hogy hétről hétre ők odaszánják az idejüket és szolgálnak nekünk. They're here at 4 o'clock on Wednesdays. Szerdánként már 4-től itt vannak. To practice. Hogy gyakoroljanak. Because they want to get better for you. Mert szeretnének jobbak lenni. They want to get better to lead us into the presence of God. Szeretnének jobbak lenni abban, hogy bennünket Isten jelenlétébe tudjanak and vezetni. And now I think they're getting together on Fridays as well. És ha jól tudom, a péntekenként is összegyűlnek. Because it's important for them. Mert ez fontos nekik. So let's join with them and let's sing. Úgyhogy így csatlakozzunk hozzájuk és énekeljünk. So that's Judges 4 and 5. Szóval ez volt a Bírák 4-5. And the land had rest for 40 years. És megpihent 40 évig a föld. So God raised up a woman. Szóval Isten egy nőt emelt föl. To do what a wimpy man couldn't do. Hogy megtegye azt, amit egy nyápic fickó nem mert megcsinálni. And we could spend a lot of time talking about masculinity and how we need to rediscover masculinity. És nagyon sokat beszélhetnénk a férfiasságról, meg hogy hogyan kellene visszanyernünk although a férfiasságunkat. Although I saw today that psychologists, some psychologists and psychiatrists are claiming that masculinity is now a mental disorder. Annak ellenére, hogy most már pszichológusok és pszichiáterek azt állítják, hogy a férfiasság az egy ilyen mentális rendellenesség. I got mental problems, but y'all knew that. Ugye, nekem tehát van ilyen mentális problémám, de erre már bizonyára rájöttetek. But God raised up this woman. Szóval Isten fölemelte ezt a nőt. God loves women. God uses women. És Isten szereti a nőket, használja a nőket. And one thing that all people can do is sing and praise God. És van egy dolog, amit férfiak, nők mindannyian tudunk csinálni, hogy énekben dicsőítjük az Urat. I've talked a lot. I'm going to shut up because I need to call home because we have no hot water, my wife just wrote. Úgyhogy elég sokat beszéltem, most már mennem kell haza, mert kiderült, hogy nincs otthon meleg víz. I gotta do the manly thing and get the hot water going. Megyek, megcsinálom a férfi dolgomat, lesz meleg víz. Lord, thank you for your word. Urunk, köszönjük a te igédet. Thank you for the men and the women. Köszönjük a férfiakat és a nőket is ebben a gyülekezetben. Bless them. Kérlek, áld meg őket. Lord, help us to be guided and instructed by your word, not by a culture. Urunk, segíts, hogy a te igéd vezessen és mutasson utat, ne pedig a kultúra. And help the men to be manly men. Uram, segíts, hogy a férfiak tényleg ilyen férfias férfiak legyenek. Help the women to be strong, beautiful women. És segíts, hogy a nők pedig erős, gyönyörű nők lehessenek. Help us to work together. Segíts, hogy együtt tudjunk munkálkodni. To fulfill your plan. Hogy beteljesítsük a te tervedet. And your work. És a te munkádat. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.